Sok szeretettel köszöntök mindenkit, egy év szünet után visszatér az Európa kapujában podcast, ahol megvitatjuk a hét legfontosabb európai kupa mérkőzéseit. Ez még csak a felvezető, hiszen ugyan a múlt héten az előselejtezőkkel megkezdődött a Bajnokok Ligája küzdelme a 2023-24-es évadra, azonban jövő héten már kezdődnek a selejtezők, ahol érdekel többek között a Ferencváros is. Beszélni fogunk erről is, illetve lesz majd 3-3 tippünk mindenkitől majd a következő szezonra. Állandó vendégeim lesznek majd Berki Dániel, illetve Bozsik Tamás, úgyhogy kezdjünk is bele az első részbe. Az első témánk a mai napon a Klaksik-Ferencváros mérkőzés felvezetése lesz majd. Először beszéljünk a sorsolásról. A feröri bajnokkal találkozik majd a Fradi az első körben, azért lehetett volna nehezebb is. Mit gondoltok a sorsolásról? Ahogyan az edzők és a játékosok szoktak fogalmazni ilyen esetekben, a BL-ben már nincsen gyenge csapat, ez most így a Klaksik esetében sincsen másképp. A feröri bajnok a legutóbbi 16 meccsét megnyerte, ami azért bármelyik bajnokságban úgy gondolom, hogy egy igen szép eredmény. Így nem lesz könnyű dolga a Fradinak, különösképpen idegenben, ahol extrém körülmények várnak majd rájuk, de úgy gondolom, hogy azért ez egy nem egy megoldhatatlan feladat, és mindenféleképpen magabiztosan tovább kell jutni a zöld-fehéreknek. Tomi? Mindenképpen elégedett a Ferencváros ezzel a sorsolással. Én hasonló első mérkőzés összefejtük majd, mint tavaly a Tobol ellen Fradi győzelemben. Abszolút, tehát azért a feröeri bajnok nyilván nem verhetetlen, és ezt a magyar kapus edzőjük, Turi Géza is ugye elmondta, hogy szinte lefutott ez a párharc. De azért, hogyha megnézzük, az talán tényleg elismerésre méltó, de szerintem annyira nem szabad abból kiindulni, hogy a feröeri bajnokságot 16 meccsből 16 győzelemmel vezető ugye a Klaksik együttese. Viszont az európai kupaporondon tavaly például megverték a norvég Bodø Glimt-gárdáját is hazai pályán, és a hazai pálya az itt azért kedvezhet a feröerieknek már csak a műfű miatt is, és ezért tavaly is például a Tobol elleni odavágon ugye Kazahsztánban nem igazán tudott úgy alkalmazkodni a Ferencváros, hogy a papírformát érvényesítse, és a hazai visszavágóra maradt a döntés, amely ugye fölényes győzelmet ért. Szerintetek lehet itt is hasonló, hogy esetleg egy döntetlent, vagy esetleg egy szűk vereséget szenved a Ferencváros Ferveren, és hazai pályán egy magabiztos sima győzelemmel harcolja ki a továbbítást a második fordulóba? Dani? Tomi is említette, én is egy Tobol meccshez hasonló meccset képzelek el. Nagyon szoros lesz a párharc, nem gondolom, hogy sok gól fog születni. Szerintem egy 0-0 döntetlen körül eredmény lesz. Az, hogy ez mind oldalon fog jelenni, az szerintem a szerencsét az aktuális körülményektől fog függni, az ott, hogy a játékos milyen paszban van, de nem gondolnám, hogy a visszavág különösen meglepetés fog születni, és összességében a Ferencváros simán tovább fog jutni. Tomi? Összességében én egy sima párharcra számítok, nyilvánvalóan az idegenbeli mérkőzés az egyáltalán nem lesz egy sétagalop. Nyilván ahogyan Tobol ellen is, itt még azért igencsak szezon elejé formában lesznek a játékosok várhatóan. Ezért is várok sokat az idegenbeli mérkőzéstől. Beszéljünk kicsit a Ferencvárosról. Maradjunk annyiban, hogy az utóbbi években talán a leggyengébb tavasz produkálta a Fradi, amely egy picit kiábrándító is lehetett, viszont nyilván ezekből a bajnoki mérkőzésekből nem szabad kiindulni. Most azonban volt ugye 5 felkészülési mérkőzés, ezek között volt egy Salzburg elleni vereség, ami azt hiszem abszolút vállalható. A főpróba Botoszani ellen egy nagyon sima 3-0-ás siker volt. Dani, te láttad ugye az összes felkészülési mérkőzést. Hogyan tudnád értékelni a Fradi ottani teljesítményét, illetve mennyire tett pozitív benyomásokat beléd az a Fradi, amely ezen az 5 felkészülési mérkőzésen a pályára lépett? A tavaszi szereplésből nem, akkor a felkészülési meccsekből még kevésbé szabad kiindulni. Itt nagyon sok cserével játszott a Fradi, volt, ahol könnyebb, volt, ahol nehezebb ellenfél ellen, több formációban lépett pályára a csapat. Nincsen sok jelentősége ezeknek a meccseknek. Kipróbáltuk az új játékosokat, akik közül sokan jó benyomást keltettek bennem, ilyen például Sissé, aki a védelemben nagyon jó teljesítmény nyújtott a meccseken, vagy éppen Varga Barnabás, aki már 3 meccs alatt 2 gólnál jár, igaz csak felkészülési meccsen, de azért ez kezdésnek nem mondható rossznak. Sajnálatosan vannak sérültjeink, és ugye a nagy igazolás Pesics
első meccsén egyben 40 perc után megsérült, ilyen a fiatal Halmai Ádám is, de ezeket leszámítva szerintem egy jó és sikeres felkészülésen van túl a csapat, és várhatják az első BL-kört. Abszolút nagy bevásárlást tartott a Ferencváros júniusban itt az átigazolási piacon, de voltak ugye távozók is, illetve olyan játékosok, például a Kecskemétől Vargádám, illetve Katona Bálint, akik ugye visszatértek a Ferencváros együtteséhez. Így első blikre hogyan értékelnétek egy 10-es skálán mondjuk a Ferencváros átigazolási szezonját távozókkal, érkezőkkel együtt? Mennyire győztek meg titeket? Még akkor, Dani? Mondjam ezt is én, vagy igen. Nem akarok folyamatosan én beszélni, de jó. Szerintem érkezők terén mindenféleképpen minőségben jobb volt a csapat. Mécsei Bálint távozását ugyan rendkívül sajnálom, és nem teljesen értem. A legutóbbi nyilatkozatában kiemelte, hogy ő maradni szeretett volna, és a leginkább a klub felől nem volt meg az akarat arra, hogy ő itt maradjon. Ezt sajnálom, de úgy érzem, hogy tudtuk őt is minőségben pótolni, akár Abufanival, akár a legújabb érkező Aliben Romdanéval. De mint mondtam, Sissé, vagy éppen az előre érkező Varga Barnabás, vagy Pesics, szerintem kiváló transfer volt. Úgyhogy összességében szerintem egy jó átigazolási időszak volt, csak az érkező. Őket azért fokozatosan be kell tudni építeni, de talán itt is szerencse az, hogy viszonylag könnyebb ellenfeleket kaptunk a BL első két körében, így több ideje van ezeknek a játékosoknak, hogy beépüljenek, úgyhogy én pozitívan nézek elébe ezeknek az igazolásoknak is, és remélem, hogy ki fogják tudni hozni magukból a maximumot, ami bennük van. Kicsit megmondom őszintén, hogy tartok attól, hogy megint és kicsit sok lesz a flop igazolás, most télen is ugye ezért sok olyan játékos érkezett, akik nem igazán tudtak beépülni, igaz többek között ugye a törökországi földrengés miatt érkeztek kölcsön, vagy a Budzsema és Szagál, akik ugye már nem tagjai a csapatnak, illetve ugye például Frederiksen sem váltotta meg a világot, pedig ugye tőle is többet vártak. Viszont Tomi, neked mi a véleményed így az átigazolásokról, hogy tetszenek eddig? Ilyen játékos érkezett be Ferencvároshoz, és sokan közülük bizonyára kulcsemberek lesznek hosszabb távon, és ott az a kérdés, hogy elég lesz ez a másfél hónap ahhoz, hogy komolyabb rövid zárat nélkül hozzanak egy teljes BL selejtezőt. Ez az átigazolási politika, hogy ennyi új ember érkezik nyáron, ez a dol időkre olyaz, és nem pedig arra a stratégiára, amit 2019 óta látunk a klubtól, hogy a kulcsemberek egy részét télen szerzik meg pontosan a nyári selejtezők érdekében, hogy addigra már beszokjanak a csapatba, többek között télen érkezett Tokmák, vagy Anó Vécsei, Vingó és Szemébányi is. Szóval ebben eltérést láthatunk az elmúlt évekhez képest, és nem tudom, hogy ennek lesz a negatív hatása a selejtezők eredményességére. Ja, nagyon hangoztatták, hogy a Bajnokok Ligája a cél, ami egyébként óriási eredmény lenne, hiszen ugye 2020-ban volt a Ferencváros ugye ott a Bajnokok Ligája csoportkörében, és előtte ugye 1995-ben, és közte csak egyszer volt magyar csapat a BL főtáblán. Ti mennyire láttok erre esélyt, illetve szerintetek a három európai kupasorozat közül melyik lehet a legreálisabb a Ferencvárosnak, hogy megéri a csoportkört? Nagyon valószínű azért, hogy meg fogja élni a három közül valamelyikben. Én azért az Európa Ligát preferálnám idén is, azt tartanám legvalószínűbbnek. Szívem azt mondatja, hogy játszunk a BL-ben. Ez persze nagyon sok összetevős, de ha a papírformát nézzük, és az első két körön tovább jutunk, már csak két kört kell menni. Ha jól tudom, akkor a harmadik körben is kiemelt lesz a Fradi, ami szintén nagy segítség lehet. És hogyha esetleg már ott vagyunk a play-offba, ott nem fog megtörténni. Hát én bízom abban, hogy idén ilyen erős kerettel sikerülni fog a play-off. De én is azt mondom, hogy ha ebből Európa Liga lesz, akkor sem történik semmi. Itt is akár lehet tovább jutni még ennél is, mint amit tavasszal ért el a Fradi, vagy akár csak a nyolcaddöntőig is feljutni, hatalmas eredmény lenne. Úgyhogy mindenféleképpen elégedett lennék egy Európa Ligával is, de a BL a cél. Én is az Európa Ligát tartom reális végállomásnak a zöldfehérek számára. Egyrészt, hogy már említettem, hogy rengeteg az új játékos, nem biztos, hogy elég lesz nekik ez az idő, hogy beépüljenek a csapatba, és egy eredményes selejtezőt osztanak le.
másfelől pedig szerintem is egy nagyon-nagyon kegyes sorsolással tudna csak a Bajnokok Ligájába jutni a Ferencváros, mint ugyanazt tavaly is láthattuk. Néhány percnyi kihagyás elég ahhoz, hogy büntessen az aktuális előfél a BL-ben. És akkor majd a Klaxik Fradira még leadjuk a tippeinket az adás végén, illetve majd részletesebben a jövő héten fogunk beszélni, miután már láttuk az odavágót. Most viszont térjünk rá az idei kupa szezonra, hiszen ugye mondtam, hogy az előselejtezőkkel hivatalosan már június végén megkezdődött ugye a 2023-24-es idény, viszont most már jövő héttől már mi is érdekeltek vagyunk, magyar csapat is, és aztán jön majd egy jó két hónap múlva ugye a csoportkör is, az utolsó ilyen 32 csapatos lebonyolítása lesz ez például a Bajnokok Ligájának is. És hát erre a szezonra megpróbálunk jó sok lenni, leadjuk a három tippünket, úgyhogy 9 tippet hallhattok, aztán majd az adás végén, az utolsó adás végén, majd a szezon végén meglátjuk, hogy ebből mennyi jön be. Úgyhogy én amondó vagyok, hogy kezdjük sorrendbe, kezdem én, utána Dani és Tomi, és akkor utána megint én, és akkor így megyünk majd szépen sorrendben, egyet-egyet mondunk a három körben, úgyhogy kezdem én, és akkor majd egy kis indoklást is szeretnék tőletek, hogyha tudtok a tippjeitekhez. Az első tippem nekem az, hogy az idei szezonban lesz Liverpool-Ferencváros mérkőzés az Európa Ligában. Valószínűleg a csoportkörben, ezt azért nem mondom fixre, nem lenne rossz, hogyha mondjuk az egyenes késés szakaszban is összejönne egy ilyen párharc, és már csak Szoboszlai Dominik személye miatt is még nagyobb rangú és jelentőségű lenne ez a mérkőzés, de alapvetően egy angol sztárcsapat az európai futball egyik legjobb atmoszférájú stadionjában és pályára léphetne. Én szerintem egy óriási mérkőzés lenne ez, úgyhogy én ebben reménykedem, nekem ez lenne az egyik jóslatom. Az első tippem nekem is a Liverpoolhoz kapcsolódik. Én egy Liverpoolt képzelek el, vagy legalábbis azt szeretném, hogy játszanak az Európa Liga döntőjében, ahol Szoboszlai Dominik góljával megnyerik azt. Én tippem pedig az, hogy a Ferencváros kvalifikálja magát bármelyik, vagy leginkább az Európa Ligába, vagy a Konferencia Ligába, akkor fog a csoportkörben kiütéses győzelmet ratni. A második tippem nekem az, hogy legalább egy magyar csapat bejut majd a konferencialiga csoportkörébe. Megmondom őszintén, ez nem tartozik már a tippemhez, én a Debrecenre tippelnék. Szerintem a Loki kaphat esetleg olyan jó sorsolást, és ez a Blagojevic féle filozófia, ez akár elég lehet egy csoportkörre. Tavaly például a Fehérvár is, hogyha nem a Kölnbe szalad bele, akkor akár meg lehetett volna ott is egy konferencialiga csoportkör, furcsa arról beszélni, miközben a Vidi majdnem kiesett az NB1-ből, hogy közel álltak az LKL csoportkör az előző idényben. Én bízok benne, hogy ez összejöhet, vagy esetleg, hogyha a kecskeméti csoda még egy szintet fellép, akkor esetleg a KTA is. Meglátjuk, mindesetre én azt mondom, ez ezért egy elég merész tipp, de szerintem bejuthat egy magyar csapat idén az LKL csoportkörébe, bízunk benne, szurkoljunk mind a három együttesnek. Nekem ez lenne a második tippem. A második tippem nekem a Ferencvároshoz kapcsolódik, mégpedig olyan formában, hogy szerintem idén az NBA gól király Ferencvárosi játékos lesz. Tomi? Én második tippem pedig a Dudaszerdehez kapcsolódik, amely szerintem be fog jutni a konferencia liga csoportkörébe, így hogyha Ákornak és nekem is igazán lesz, akkor két, úgy tudom, hogy úgy tetszik, két magyar csapat is kvalifikálja magát az EKL-be. És akkor nekem az utolsó tippem, talán ez a legmegrészebb, de ismételten lesz El Clásico a Bajnokok Ligájában. Ugye ez az kell, hogy a Real Madrid és a Barcelona legalább a negyeddöntőig eljusson a BL-ben, és aztán utána még össze is sorsolják őket, de ez nyilván az elődöntőben vagy a döntőben is összejöhet, úgyhogy nekem ez lenne a harmadik tippem. Érdekesen nem beszéltük meg egymás tippjeit, nekem is ez volt a harmadik tippem, de akkor gondolt egy merészebbet a Barca Michelin pontigája döntőjébe. Az én harmadik tippem pedig az, hogy a topolya az Európa Liga csoport tippem pedig az, hogy a top... Az én harmadik tippem pedig az, hogy a topolya az Európa Liga csoport körébe fog kerülni, hiszen ott van már a Bajnokok Ligája a selejtezőjének a harmadik körében, de még hogy onnan ki is esne, akkor is legrosszabb esetben az EL főtáblára jut, hiszen nem a bajnoki ágon szerepel a BL selejtezőjében. Végül pedig leadjuk tippjeinket a jövő heti mérkőzésekre, amelyekről majd beszélni fogunk, a Klaxik Ferencváros és a Dunaszerdahelyi Dilagori mérkőzésekre.
A Ferencváros mérkőzésére az én tippem egy 0-0-ás döntetlen. Szerintem majd a visszavágón fog többnyire eldőlni ez a párharc. Ahogy korábban is fogalmaztam, Ferőeren extrém körülmények várnak majd a Fradira. Egyrészt műfűvön játsszák a meccset, másrészt az időjárás is egyik pillanatról a másikra vett 180 fokus fordulatot. Így úgy gondolom, hogy egy nehéz meccs lesz, de remélem, hogy a Fradi győz. Én 1-0-át tippelek a zöldfehérek javára. Én is egy nullás Fradi győzelmet voksolok. És jövő héten kezdődnek a konferencia liga selejtezőinek küzdelme, és az első fordulóban érdekelt lesz a DAC. Úgyhogy a Dunaszerdahely gori mérkőzésre is leadjuk a tippjeinket, ez egy grúz együttes. Én szerintem 2-0-ra behúzza az odavágót a DAC. Nem csak 2-0-át tippelek. Én szintén 2-0-át mondanék, keményen emberről van szó, sok brazil és afrikai légióssal, de nem lehet kérdés, hogy a DAC a jobb csapat. Rendben, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, ez volt mára tehát az Európa kapujában a második évad első része. Jövő héten ismét jelentkezünk, és kibeszéljük majd többek között a Klaxik Ferencváros és a Dunaszerdahelyi mérkőzéseket. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!